Június 21 -e. A belső papi szolgálat Ti pedig királyi papság vagytok. Péter első levele, második fejezet, kilencedik verse. Milyen jogon válunk királyi papsággá? A váltság jogán. Felkészültünk-e arra, hogy önmagunkkal nem törődve elkezdjük az imádság papi szolgálatát? a folytonos tépelődés bensőnkbe, hogy lássuk, olyanok vagyunk-e már, amilyennek lennünk kellene, csak beteges, én központú kereszténységet hoz létre, nem Isten gyermekének erőteljes, egyszerű életét. Ha nem jutunk helyes viszonyba Istennel, akkor hajszál hián ezt mondjuk. Ó, milyen csodálatos győzelmet éltem át! Ez nem a váltság csodájának ismertetőjele. Indulj el abban a bátor hídben, hogy a váltság teljes, nem kell többé nyűglődnöd magad miatt. Kezd el megtenni, amit Jézus Krisztus mondott. Imádkozz barátodért, aki éjféltájban jön majd hozzád. Imádkozz a szentekért, imádkozz minden emberért. Imádkozz azon az alapon, hogy egyedül Jézus Krisztusban vagy tökéletes, nem pedig az efféle mentegetődzés által leszel az. Uram, megtettem, ami tőlem telt, kérlek hát, hogy hallgass meg. Meddig tart, míg Isten megszabadíthat a magunk körül forgás beteges szokásától. Torkig vagyunk magunkkal, és már nem döbbenünk meg semmin, amit Isten mond rólunk. Elérhetetlenek a bennünk levő ajasság mélységei. Csak egy hely van, ahol igazak vagyunk, és ez Krisztus Jézusban van. Amikor benne vagyunk, akkor el kell égnünk ebben a belső szolgálatban teljesen.